Köszöntöm Önöket! A Biciklisek Városa címmel mutatták be a Szabadkai Városi Múzeumban a helyi kerékpár használatról szóló kiadványt. Az összeállítása múzeumok éjszakáján megnyílt tematikus kiállításhoz kapcsolódik. A kétnyelvű három részből álló mű Mirko Grölce, Ninkov Kovacse Volga és Raffai Judit csak nem egy éves kutató munkájának eredménye. Az ihletet a szabadkai kerékpározás múltjából és a helyi lakosság gyakori kerékpár használatából merítették. Több évvel ezelőtt jött az ötlet, de igazából a kutatás az hát a múlt év végén kezdődött, és hát olyan nagyon intenzíven pedig ebben az évben, amikor szinte senki se foglalkozott mással, csak ezzel a témával. Nagyon érdekes, mert én nem hittem volna benne ennyire, habár nagyon sokan nem hittek a múzeumban se bennünk, mert ugyanis az volt az első, hogy az egyetlen biciklink volt, ez a fa bicikli, ami a Városi Múzeum néprajzi osztályán található, és az ott paddal írtunk alá egy ilyen együttműködést, és ők minden az elmúlt hónapokban minden olyan dolgot, ami a biciklihez kapcsolódott, azt félretették, és mi azokból hoztuk el az alkatrészeket, azért készült el így, hogy a kiállításon például a bicikli tartók azok mind bicikli alkatrészekből vannak, és ezekből dolgoztak utána a művészek, ami meg használható volt, az pedig mi magunk ugye a kiállítás installáciájához használtuk. Na most igazából nagyon sokat segített a szabadkai lakosság, és ez is mutatja azt, hogy mennyire ez a téma szabadkai. Ugyanis nagyon sokan hoztak be fotóanyagot, dokumentációs anyagot, szinte napi szinten kaptunk olyan telefonokat és olyan dokumentációkat, sőt bicikliket is, amik azt mutatták, hogy ez egy fontos téma az itteni lakosságnak. Úgyhogy így kerültünk kapcsolatba például a valamikori műhelyeknek a szabadkai bicikli javító és bicikli áruló boltok tulajdonosaival, vagy azoknak a leszármazottaival, a miskolci családdal, a Vásárhelyi Lajos bácsival, aki már alig megy, de az összbiciklinket rendbe tette, amiket ugye hihetetlenül ezek régi biciklik rossz állapotban megkaptuk, akkor a Mácskovics Pályó bácsival, és ami a legszebb volt, talán a Partizánnal való, hogy nagy sokára kialakult a Partizánnal való kapcsolat, úgyhogy azt mondhatom, hogy a kiállítás az csak egy pici szelete annak, ami például a fényképanyagban és dokumentációban és a múzeumnak a tulajdonába, vagy ha más nem digitalizált formában a múzeum tulajdonába jutott. A Szabadkai Múzeumban szinte mindenki biciklista, így aztán mi is, és kiskorunk óta, konkrétan például én is kiskorom óta biciklizek, és van biciklim, és nagy távokat tettem meg vele, de fölfigyeltem arra, hogy a művészetben is jelentkezik, mint motívum, ez elkezdett érdekelni, a kollega Grica Mirko is nagy biciklista, Jutka is, és valahogy itt a múzeumban úgy elérkezett ennek az ideje, hogy közösen több osztály készítsen egy ilyen kiállítást, ami a szabadkaiakról és a szabadkaiaknak szól, egy olyan tárgyról, amihez sok szabadkai szép emlékek fűzik, és praktikusan is tulajdonképpen a nemzedékek életében benne van itt Szabadkán. A világ legnépszerűbb kétkerekű járművét történelmi, néprajzi és művészeti aspektusból mutatják be a szerzők. Egy emberekhez kapcsolódott, három osztály fogott össze, és a történeti részt, egy részét ugye a Mirko Grölice írta, aki inkább a nagy elődökkel, a sporttörténettel és a partizán történettel foglalkozott. Rám hárultak azok a feladatok, amik a néprajzhoz kötődnek, és az Olga Kovácsev Ninkov pedig a művészet történész szemével nézte a szabadkai bicikliket ábrázoló festményeket. A használatról írtam, arról, hogy az életmódváltásról, arról, amit a kerékpározás előidézett itt a városban, a részben a városi lakosság körében, szóval nem a sportról, nem a szórakozás szempontjából való biciklizésről, hanem amikor már valaki azért kerékpározott, mert meggyorsította ezzel a tevékenységét,
teherhordásra használta, és hát nagyon érdekes adatok jöttek elő. Magam se gondoltam volna, hogy ilyen dolgokat, a ruhák, a viselettörténet és az öltözködés, ez rengeteg minden, és rengeteg olyan adat, ami alapvetően ezt az életműváltást, ami a 20. század elején megtörtént a parasságnál, ezt megmagyarázza, és sokban hozzájárul ahhoz, hogy megértsük, hogy például hogyan jártak a ludasiak be Szabadkára piacozni, hogyan pakolták fel, ezek technikák voltak, hogyan pakolták fel, hogy hány olyan asszony, ugye a nők azok sokkal később tanultak meg kerékpározni, és nagyon sokáig gondot jelentett a szoknyájuk, mert az öltözködés történetben is a nadrágot, a női nadrágot a kerékpározás elterjedéséhez szokták kapcsolni, és alapvetően a szabadkai nők is későn tanultak meg. A 40-es években nagyon sokan különben pont a férjeiktől kaptak biciklit, ez a modernizáljuk a feleségeinket jelszóval, és nagyon sokan nem tanultak meg, és nagyon sok olyan adatközlőm volt, aki mesélt arról, hogy az édesanyja csak tolta a kerékpárt. De a szőlőbe ugye a szabadkai iparosok, azok mindannyian, hát vagy nagy részük rendelkezett szőlővel, mert abban az időben az volt a tőke. És a szőlőbe a gyümölcsöt hazahozni, tolták a kerékpárt, visszatolták, odatolták, ezen vitték az árut, úgyhogy teherhordásra használták. Azok is, akik nem tudtak, akik tudtak, azok meg teljes egészében azzal jártak a városba, vagy például a környező falvakban, a mai napig is például szombatonként Csantavéren ma is bicikliző asszonyokat és embereket látunk, akik a tejet egy erre kialakított megfelelő tartóeszközben viszik, és a piacnál is rengeteg biciklit látunk, ahova felpakolva érkeznek az emberek. A kiadvány forrásanyagának begyűjtéséhez a szabadkai polgárok nagyban hozzájárultak. Ez is azt igazolja, hogy a városban a bicikli használat nagy múlttal rendelkezik. Könnyű dolgunk volt a katalógusnál. Eredetileg azt mindenképpen azt akartuk, mivel tudtuk, hogy ezek a műhelyekről lévő fotók, ezek olyan jó fotók, akkor az emberek, ahogy bicikliznek, valahogy ezek mindig olyan jó képek, nagyon nagy részükön mosoly van és ilyen vidámság, hogy azt gondoltuk, hogy ilyen egész alakos képeket fogunk betenni, a másrészt pedig nagyon sok ilyen bicikli alkatrész katalógust kaptunk a 30-as évekből, és ezek tették lehetővé, hogy a szöveg mellé pedig ilyen kerékpár alkatrészek kerüljönnek. A bicikli szeretete nem csak a gyakori használat kapcsán nyilvánult meg. A kerékpár motívum számos helyi képzőművészt, szobrászt is megihletett. A kiadványban azokra az alkotókra fektették a fő hangsúlyt, akiknél a kétkerekű alapmotívumként jelentkezik. Kimondottan azokat a művészeket válogattam össze, vagy kértem föl a szereplésre, akiknek az életművében dominánsan jelentkezik, tehát vagy az egész életműben végigvonul a bicikli motívuma, vagy pedig ciklusok jelennek meg. Természetesen itt olyanok is vannak, akik már nem élnek, tehát nincsenek közöttünk. Az első ilyen fontos művész Bíró Miklós, akinek a rajzai még ma is nagyon közkedveltek, még a fiatalok között is. Ő ugyanis nagyon nagy szeretettel nyúlt az ember ábrázolásához, és mindenhez, ami az emberhez, a városi emberhez kötődik, illetve Szabadkához. Ezek mind szabadkai művészek, ezt is kihangsúlyozom, és a Bíró Miklós az, aki a bicikli mellett mindig embert is rajzolt. Míg utána Szajkó István, aki szintén, hát 1984-től a napjainkig állandóan fest és rajzolja a biciklit, de maga is kerékpározik szinte minden nap. Tehát önálló nagyon ritkán fordul elő az ember motivuma a bicikli mellett, így aztán mondhatjuk azt, hogy a művész egója is egyben a bicikli ábrázolás, de itt van még Pécs Szagmaszter Laura, Szarapka Tibor, Petrik Pál, Szrdzsán Milodánovic, aki egy nagyon újszerű, illetve Szabadkán már egy kicsit elfelejtett művészi kifejezésformával lépett itt elő a közönség elé, valamint Edita és Emil Kadirics.
A kerékpár vizuális jelentése a mozgáshoz és a kerekekhez kapcsolódó ősi szimbólumokból származik, és lehetőséget nyújt újabb interpretációk megalkotására. Köztudomás, hogy a neolit kor óta a kerék motivuma, illetve a korong és a kör motivuma az életet szimbolizálja, illetve a napot, a ciklust, tehát pozitív dolgokat, és ezek megjelentek a tárgyakon is már akkor, és hát azóta is tulajdonképpen a körnek, valamint a körben jelentkező, hát hogy legyek most stílusos, küllőknek, ugye, egy mozgást szimbolizáló szerepe van. Na most, amikor a 19. században megjelent a kerékpár, aminek ugye két kereke volt, két köre, akkor a művészek ugyanígy elkezdték használni, mint motivumot. Egyébként a szimbólum szótár is azt írja, hogy a kerékpár az egy nagyon egészséges individualizmusnak a jelképe, és nagyon összefügg a tudatalattival, illetve nagyon gyakran jelenik meg álmokban, és ez azért is érdekes a számunkra, mert éppen Szajkó István festőművész mesélte el nekem, hogy az első biciklét úgy festette meg, hogy megálmodta, álmodott egy zöld biciklit, zöld mezőn, tehát egy nagyon mély tudattalatiból jött elő ez a motivum, és azóta is fest és rajzolja. Azt hiszem, hogy nagyon érdemes odafigyelni erre, és hát amit mondtam is, hogy a szecesszióval is összefügg a bicikli, mert egy időben jelentkezett itt Szabadkán a bicikli használata, illetve terjedése a szecesszió terjedésével, ami egybefügg a mozgásérzésével, a női emancipációval és a nő mint motivum megjelenésével a művészetben. A bicikli nem csupán a festőket és a szobrászokat ihlette meg, hanem a zenészeket is. Gondoljunk például a Queennek a nagyon ismert Bicycle című számára, de ami minket meglepett és megörvendeztetett, hogy itt a 19. század végén a szabadkai újságok hirdették azokat a kompozíciókat, a zeneműveket, amelyek bicikli témára készültek, például a bicikli csárdást vagy a bicikli marsot. Különböző kiadóknál lehetett megrendelni, és nekünk sikerült beszerezni az egyik kottáját, az ki is van állítva itt a zongorán, pont a művészeti részben, és a megnyitón, ennek a kiállításnak a megnyitóján pedig az Elekte Szabadkai Zenész Egyesületnek az egyik fiatal tagja elő is adta ezt a több mint 100 éves kompozíciót, és nagyon izgalmas volt újra hallani. Valószínűleg, hogy itt Szabadkán zenélték is ezt, tehát így kamarazenélésben vagy más módon, és az, ami engem meglepett, hogy nagyon lassan kezdődött, tehát nem az a csattogó, gyors zenére kell gondolni, hanem egy nagyon szép, nagyon lassú zenére, és akkor ugye az ember el is gondolta, hogy milyen lehetett a 19. században kerékpározni, és tulajdonképpen ma is, amikor szabad időnk van, ugye már gyerekkorban is azt mondjuk, hogy megyünk egy kicsit bicajozni, vagy biciklizni, és ez összefügg ezzel a szép érzés, a szabadság és a szórakozás, valamint egy ilyen, hát egy relaxáció érzésével is. A kerékpárok novemberig lesznek megtekinthetők a Szabadkai Városi Múzeumban, míg a kiadványt a könyvesboltokban vásárolhatják meg az érdeklődők. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk a folytatásban is. A viszontlátásra!